Molnár Ferenc Lilium című darabjával indul a Szolnoki Szigligeti Színház idei évadja. Vendégem az igazgató Balázs Péter. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Azt nyilatkozta, hogy a Kőszínház nem való kísérletezésre, újításra, hanem oda jól bevált, szeretett darabokat kell vinni, és annak lesz majd sikere. Ennek a tükrében alakul az idei évad is? Hát tulajdonképpen igen, üdvözlöm én is a kedves közönséget. Bár nem hiszem, hogy azt mondtam, hogy a Kőszínház, mert nem az a számít, nagy, hogy miből épült az a színház, de mondjuk egy olyan színház, mint a Szolnoki Szigligeti Színház, amelyik 467 férőhelyes és 27 bérletes előadása van, minek következtében egy évben a kis színházzal együtt, amikor 70 néző fogad magába, 271 előadást csinál. Tehát tulajdonképpen a bérleten kívüli előadások, meg a bérleti előadások a nagy színházban bizony 250-en fölül vannak. Ott gondolom én, hogy egy 107 000 embernek nem biztos, hogy kísérleti előadásokat kell, hogy a színház a bérletében nyújtson. Hanem, mivel hogy ebben a városban csak egy színház van, az eklektikus műsorterv mellett tettem le én a voksomat, úgyhogy nagyjából egészéből mindenféle műfaj jelenjen meg a színház repertoárján. Értem ez alatt a klasszikus magyar és nemzetközi, vagy drámák, musical, operett, amit nagyon szeretnek, zenés vígjáték, és a kis színházban ott azért már egy kicsikét, hát mi is a divatos szó, alternatívabb dolgok is előfordultak. Lehetőséget kaptak a fiatalok, igen. 4 évet már lett eltöltött Szolnokon. Azt mondta, hogy ez itt egy színház van. Ez egy fontos szempont, hogy ilyenkor meg kell ismerni azt a várost, azt a környezetet, ahova az ember előadást készít. És jár kell az utcán? Érdekli, hogy ki mit mond? Ha megdicsérik, megjegyzi? Tehát fontosak a visszajelzések, ami azt nyilván sokkal intenzívebb, mint egy fővárosi színház esetében. Hát nem is tudom, hogy igen, nagyon fontos, bár azt hiszem, hogy az életem folyamán el voltam kényeztetve, mert a fővárosi színházban, ahol játszottam hosszú éveken keresztül, és a televízió jóvoltából közismertségre tettem szert, de amikor lekerültem ide Szolnokra, természetesen ezt vittem magammal, én Rögvest első körben összehívtam a környék, az agglomeráció polgármestereit, adtam egy fogadást számukra, hogy megismerjenek, akik bejárnak a színházba, vagy akiknek a városkáikból, falvaikból járnak oda. Utána összehívtam a nagy történelmi egyházak képviselőit, hogy segítsünk, hogy tudnának segíteni ahhoz, hogy a hit, erkölcs az kicsit emelkedőben legyen. Velük együtt meghívtam a középiskolák és az iskola igazgatókat is, akik szintén a fiatalsággal foglalkoznak, minek következtében a mi leendő közönségünk az ifjúság. Hogy tudnánk közösen dolgozni? Ilyenre még eddig elé nem volt példa, de Szolnokon legalábbis, és így aztán összefogva tulajdonképpen már az első évben meg sikerült alapítani az Ádámok és Évák című, hogy is nevezem ezt, ifjúsági, hát kitalációt, ami arról szólt, hogy az ember tragédiáját mutassuk be, de ne a színház színészei, hanem a városban lévő középiskolások. Ennek aztán akkora sikere lett, hogy most már nem 12. színház, ami hasonló cím alatt, hogy Ádámok és Évák ünnepe alatt tart ilyen bemutatókat. Azóta eltelt 2 év. Második évben a Szentírást gondoltam, hogy forgassa a fiatalság, az Ószövetség, Újszövetség, ugye nehéz rávenni a fiatalságot, hogy úgy lapozgasson, tehát ők alakították ki ebből azokat a jeleneteket, amelyeket aztán bemutattak, és idén pedig a magyar regék és mondák világát fogja földolgozni a fiatalság, amit nagyon, de csak a visszatérve a kérdésére, bocsásson meg, csak azért mondtam hosszabban, mert természetesen a színház a repertoárján kívül aktívan részt vesz Szolnok város kulturális életében. Ezért most kapott
kapott egy díjat és Ezüst Pelikán díjat jutalmazták, igen, a város, igen, nevében. Nem volt nehéz elfogadtatni önmagát? Ön is említette, televíziós szerepek és, igen, budapesti színház élete egy komikus figurához kötődött, igen, alapvetően. Egy egészen, igen, más szerepkör direktornak, igen, lenni. Hát igen, más. Okozott ez problémát? Nem. Nem okozott problémát, az emberek szeretetét rögtön éreztem, és az a munka, tehát az a munka, amit ott végzünk, abból kiindulva, hogy egy színház igazgatója vagyok, nem avval a céllal mentem oda, hogy még magamnak keresek néhány komikus szerepet, amit nem játszottam el, egyáltalában nem azzal a céllal, hogy amelyet nem osztottak rám, vagy amit nem rendeztem azokat, hanem azért mentem oda, hogy egy olyan színházat csináljak, ami közmegelégedésére van a városnak. Ez a díj, gondolom, azt is jelzi. A Molnár Ferenc Liliumot említettünk, igen, még egyet, ha említ, akkor azt megköszönöm, amire nagyon büszke és amit nagyon vár, hogy bemutatják ebben az évben. Márai Sándor a Kaland, Móricz Zsigmond, meg Kocsák Tibornak a Légy jó, mint halálig musical feldolgozása lesz, akkor Hunyadi Sándor Három sárkány, az egy vígjáték, nem én rendezem, és Carlo Goldonitól a Mirandolinát, úgyhogy... Teljesen színes és széles, igen, a spektrum. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a kedves meghívást.